Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen álomfejtés méhecske részére. Kedves méhecske, üdvözöllek téged. Te elküldted nekem írásban az álmodat, és ezt most elmagyarázom neked. Megfejtjük ezt, hogy mit közöl veled. Azt fontos tudni, hogy az álom, az álomképek az egy hír, amit a lelkünk üzen számunkra. De nem minden álom egy ilyen üzenet, mert vannak álmok, amik nem jelentenek semmit. Ilyenkor feldolgozzuk azt, amit a napon átéltünk. Viszont érezzük, hogy mikor van egy fontos hír, mert ez olyan, mint egy történet, és alvás közben úgy érezzük, mintha ezt mi átéltük volna. Ezeket az álmokat nem is felejtjük el. Ilyen esetben fontos, hogy odafigyeljünk rá, és az is, hogy megértsük azt, amit ez az álom velünk közöl. Én ott kezdeném, ahogy írtad, hogy szomorú voltál, kérted a Jóisten segítségét, hogy elmúljon ez a szomorúság, és történjen valami jó az életedben. És mint választ kaptál két álmot a szüleidtől. Az elsőnél anyukád és apukád is megjelent, és úgy írtad, hogy sok-sok apró virágszirom volt körülöttetek. Az, hogy apukád és anyukád jelent meg, az mutatja a szeretetet, a bizalmat, és azt is, hogy ők védenek és óvnak téged. Az álom számodra kellemes volt, tehát ők közölnek veled egy jó hírt, és ezt szimbolizálják a virágok, mert a virágok szerencsét, valami szépet jelentenek számodra. Sok-sok virág. De apró virágszirom. Tehát sok minden fog történni az életedben, ami számodra szép. Ezek kicsi dolgok, de ezek is segítenek, és ennek is örülni kell. Aztán azt írtad, hogy és nyugodt voltam, kellemes volt az otthon is. Anyukád és apukád ezzel a látogatással, a virágokkal ezt az érzést váltották ki benned. Te megtalálod a nyugalmadat, ez minden olyan kellemes, és lesz egy otthonod, ahol te jól fogod érezni magad. A kis virágszirmok arra utalnak, hogy ez inkább valami kisebb lakás lesz, vagy egy kisebb ház. Viszont gyönyörű, kellemes, szép, mert a virágokkal megszépíted az otthonodat, és ott fogod megtalálni a nyugalmadat. Aztán azt írtad még, hogy jó volt anyut és aput egymás mellett látni, még a könnyeim is kijöttek. Lehet, hogy te gyermekkorodban nem úgy élted át, hogy ők mindig egymás mellett voltak, és ez mindig jó és kellemes volt. Lehet, hogy voltak viták is. Te ezt így élted át, de most örülsz annak, hogy ők ketten egymás mellett állnak, és ez minden olyan kellemes. Ez neked tükröz valamit, mégpedig azt, hogy te sem maradsz egyedül, hanem a lelki társad ott lesz melletted.
A másik álomban az anyukád jelent meg egyedül. Ott állt az ajtóban. Te nagyon boldog voltál és örültél annak, hogy a bejárati ajtón észrevetted anyukádat. És ez olyan volt ez az álom, mint egy valóság. Anyukádon volt egy kabát és sapkája, de láttad az arcát, azt is, hogy egészséges. Örültél, hogy ő eljött hozzád. Amit ez az álom közöl veled, hogy ő ott van. Meglátogat téged. Ő már nincs az élők között, mégis megvan ez a kapcsolat. Mert a szeretet az, ami összeköt benneteket. Te boldog voltál. Boldog, hogy ő meglátogatott téged. Anyukádon kabát volt, meg sapka. Az a hidegre utal. És azt jelenti, így az álomfejtésnél egy hideg időszak. És pontosan az, amit te most átélsz. Mert gondolj bele abba, te jelen pillanatban nem vagy boldog. Szeretnél boldog lenni, de a mostani helyzeted olyan rideg, olyan hideg, és ezt anyukád mutatta is. De hogy az arcát láttad, és ő mutatja a tekintetével ezt a nyugalmat, és azt is, hogy egészséges, az azt jelenti, hogy bízzál abban, hogy minden jóra fordul. Akkor is, ha most ezt a telet éled át szimbolikusan, ezt a hideg időszakot, de nálad is ki fog minden tavaszodni. Mint ahogy a másik álom mutatta is ezeket az apró virágokat. Bízzál ebben, hogy hamarosan jóra fordul a helyzeted, és lesz egy saját otthonod, amit szépíteni fogsz, és nem maradsz egyedül. És akkor ez a téli időszak, ez a hideg-rideg időszak lezáródik. Kedves méhecske, így tudtam az álmodat megfejteni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál és megbíztál bennem. Én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!